Halleluja, valljuk meg az igét erővel, Jakab leveléből. Én örülök, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnem, hiszen tudom, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmamat és hitemet teszi próbára. A hitem pedig kiállja a próbát, és kitartóvá tesz engem. Az állhatatosságban egészen a célig kitartok. Érettséget és tökéletességet kaptam, és Krisztus által kérem, hogy semmi hiányosság ne legyen bennem. Kérem Istentől a bölcsességet, és ő megadja. Köszönöm, Uram, hogy megkaptam a bölcsességet. Köszönöm, Uram, hogy mindenkinek örömmel, nagylelkűen és szemrehányás nélkül adod. Köszönöm, hogy én kérek tőled, és bizalommal kérek, nem kételkedve. Mert megvan írva, hogy aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. Az ilyen ember nem remélheti, hogy megkapja, amit az Úrtól kért, mert aki kételkedik, annak a lelke kétfele sántik el. Nem képes dönteni, mindenben állhatatlan és megbízhatatlan. De köszönöm, Uram, hogy én megbízható vagyok, állhatatos, képes vagyok dönteni, a lelkem nem kétfele sántik el, hanem a keskeny ösvényen megyek, és én hiszem, hogy amit kérek az Úrtól, azt meg is kapom, mert megvan írva, hogy amikor kértek, higgyétek, hogy megkapjátok. Köszönöm, Uram, hogy a szegény sorsú testvér azzal a szellemi gazdagsággal dicsekedjen, amelyet Istentől kapott. A gazdag testvér viszont a megalázottságával dicsekedhet, hiszen lehet bármilyen gazdag, ő is úgy múlik el, mint a mezőn a virágok. Mert fel kell a nap, és a forró szél kiszárítja a növényeket. Lehullnak a virágok, és szépségük elmúlik. Ugyanígy múlik el a gazdag ember is. Egyik nap még üzleti terveket készít, a másik nap már halott. Köszönöm, Uram, hogy boldog és áldott vagyok, aki a kísértésben kitartok, mert kiálltam a próbát, és megkapom az örök élet koszorúját, amelyet te ígértél azoknak, akik téged szeretnek. Amikor kísértések érnek, nem mondom, hogy Isten akarja rávenni engem valami gonoszságra. Mert Istent a gonoszság nem kísértheti meg, ő maga pedig senkit sem akar gonoszságra bíztatni. Ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja rossz irányba. Ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, akkor abból bűnös tettek származnak. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halálba vezet. Ezért én köszönöm, Uram, hogy bennem nem uralkodik el a bűn, és nem a halálba vezet, hanem örök életem van Jézus Krisztusban. És köszönöm, hogy bennem nem a gonosz vágyak gyökereznek meg, hanem azok a jó cselekedetek, amiket előre elkészítettél, Uram, hogy azokban járjak. És köszönöm, Uram, hogy új szívet kaptam, új elmét, és a szívem hústáblára fel van írva Isten törvénye, és Krisztus él bennem. Köszönöm, Uram, hogy azt mondod, hogy ne hagyjam magamat becsapni. Köszönöm, hogy minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön. Te tőled, aki az égi testek teremtője vagy. Te mindig ugyanaz vagy, és nem változol. Nem úgy, mint az égi testek fénye. Köszönöm, Uram, hogy te úgy akartad, hogy a gyermeked lehessek. Ezért újjászültél engem az igazság üzenete által, hogy új életem legyen, és olyan legyek az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. Köszönöm, Uram, hogy arra tanítasz, mint szeretett testvért, hogy készségesen hallgassam meg a másikat, és jól gondoljam meg, mit beszélek, és emellett ne legyek hirtelen haragú, mert az ember haragjából származó tettek nem szolgálják Isten céljait. Ezért köszönöm, Uram, hogy nem hirtelen haragú vagyok, hanem hosszú tűrő, kegyes, tanításra alkalmas, türelmes, mert megvan írva, hogy az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni,
ezért kitakarítok magamból minden gonoszságot és aljas szándékot a Jézus nevében. Szeliden és alázattal fogadom a szívembe Istennek a beszédét és a tanítását, amely megtartja az én lelkemet. És köszönöm, Uram, hogy amit te mondasz, azt meg is teszem, és nem csak hallgatom, mert ha csak hallgatnám, de nem tenném meg, akkor becsapnám magam. De köszönöm, hogy én nem olyan vagyok, aki csak hallgatja Isten tanítását, de nem engedelmeskedik annak, és kérlek is, Uram, hogy add meg a kegyelmet, hogy ne ilyen legyek, mint olyan ember, aki megnézi a tükörbe az arcát, aztán elmegy, és azonnal el is felejti, amit látott. Én köszönöm, hogy megnéztem magam a szabadság tökéletes törvényében, és kitartok a megismert igazság mellett. Vagyis nem felejtem el, hanem tettekre váltam, amit láttam, hallottam és tanultam. És köszönöm, hogy mindenben áldott és boldog vagyok. Halleluja! Uram, te azt mondod, hogy ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fegyelmezi meg a nyelvét, akkor csak magát csapja be. Uram, bocsáss meg minden nyelvi bűnt, mert azt mondod, hogy az ilyen vallásosság nem ér semmit. De azt mondod, Uram, hogy az Atya Isten azt tekinti igazán istenfélőnek, aki gondot visel az árvákról, özvegyekről, és tisztán tartja magát a világ gonosz befolyásától. Ezért én megvallom, hogy tisztán tartom magam a világ gonosz befolyásától, gondot viselek az árvákról és özvegyekről, és köszönöm, hogy te igazán istenfélőnek tekintesz. Köszönöm, Uram, hogy én hiszek a dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, és köszönöm, hogy azt mondod, hogy ne legyek személyválogató. Mert azt mondod, hogy képzeljem el, hogy bejön a gyülekezetbe egy jól öltözött aranygyűrűs férfi, és bejön egy szegény is piszkos ruhában. Ha a jól öltözött emberhez különleges figyelemmel fordulnak, és azt mondják neki, ülj le erre a kényelmes helyre, a szegénynek meg azt mondják, te csak állj meg ott, vagy ülj le ide a lábam elé, akkor a különbséget tesznek közöttük, és helytelen indulatok alapján rosszul ítélnek. De köszönöm, Uram, hogy te kivezettél az ilyen közösségből, ahol ezt tapasztaltam, mert azt mondod, hogy figyeljek, kedves testvér, te kiválasztottad azokat, akiket a világ szegényeknek tart, hogy hitáltal gazdagok legyenek. Kiválasztottad, hogy ővék legyen a királyság, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. És te azt mondod, hogy ne bánjunk megalázó módon a szegénnyel, mert a gazdagok azok, akik mindig uralkodni akarnak rajtunk, ők visznek bennünket a bíróság elé, és ők azok, akik gonosz dolgokat mondanak Jézus szép nevéről, amelyről engem is elneveztek. A királyi törvény az írásokban található. Úgy szeresd a másik embert, mint saját magadat. Ennek a parancsnak engedelmeskedek, jól teszem. Aki viszont az egyik embert fontosabbnak tartja a másiknál, akkor bűnt követel, és Isten törvénye ellen vétkezik, hiszen ha valaki csak egy dolgában bűnös, de máskülönben az összes többi parancsot megtartja, mégis az egész törvény ellen vét. Isten azt mondta, ne csald meg a házastársadat, és ne gyilkolj. Márpedig, ha nem csalod meg a házastársadat, de gyilkolsz, akkor is az egész törvény ellen vétkezel. Köszönöm, hogy engem a szabadság törvény alapján fognak megítélni, illetve azt is mondja az ige, hogy hiszek, ezért nem megyek ítéletre, mert Jézus elhordozta az én ítéletemet, és csak egy megjutalmazó gála lesz. Mert a hívők, akik újjászülettek, azoknak nem tulajdonít az Isten bűnt, hiszen egyszeri áldozatával örökre tökéletessé tett engem, mint megszenteltet, és fölültetett a mennyekben. Erre mindig emlékezek, ha mondok, vagy teszek valamit. Az ítélet irgalmatlan azzal szemben, aki nem irgalommal bánik másokkal. Az irgalom azonban erősebb, mint az ítélet, és felülírja azt. Halleluja, köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy te azt mondod, hogyha valaki azt mondja, hogy hisz, de az a tetteiből nem látszik meg, akkor annak az embernek a hite nem ér semmit, vagy az ilyen hit által megmenekülhet-e. Ha például valamelyik testvéreknek, akár férfinak vagy nőnek nincs rendes ruhája és nincs mit enni,
akkor hiába mondjátok neki, Isten veled, remélem nem fogsz fázni, és lesz mit enned. Ha nem adtok neki ruhát és ennivalót, ugyan mit érnek a szavak? Bizony nem érnek semmit. Ugyanígy van a hit is. Ha nem következnek belőle tettek, akkor halott. Nem ér semmit, mert nem hatékony. Köszönöm, Uram, hogy az én hitemből tettek következnek, és hatékony. Valaki esetleg így érvelhet. Vannak, akiknek hitük van, másoknak meg jó tetteik. Erre azt válaszolom, hogy nem tudod megmutatni a hitedet, ha nem teszel semmit. Én viszont az, éppen azzal bizonyítom be a hitem valódi voltát, amit a hitem alapján teszek. Hiszitek, hogy csak egyetlen Isten van? Helyes. De gondoljátok meg, hogy ezt a gonosz szellemek is hiszik, és reszketnek a félelemtől. Köszönöm, hogy nekem nem ilyen démonikus hitem van, hanem Ábrahám üdvözítő hitem. Köszönöm, hogy bizonyított, hogy ez a hit, amelyből nem következnek tettek, nem jó semmire. Köszönöm, hogy Ábrahám ősapám is azzal vált Isten számára elfogadhatóvá, amit tett. Felajánlotta Istennek az oltáron a fiát, Izsákot. Ebből látom, hogy Ábrahám hite és tettei összhangban voltak. A hite azzal vált tökéletessé, amit a hite alapján tett. Így teljesedett be, amit az írás mond. Ábrahám hitt Istennek, és bízott benne. Ennek a hitnek és bizalomnak az alapján Isten pedig elfogadta Ábrahámot, és barátjának nevezte. Köszönöm, hogy engem is elfogadsz, és barátodnak nevezel, Uram. Látom tehát, hogy az embert a tettei teszik valóban elfogadhatóvá Isten számára. Pusztán a hite által ez nem lehetséges. Ugyanerre példa a prostituált Ráháb esete is. Ő is a tettei alapján lett Isten számára elfogadhatóvá, amikor házába fogadta az izraeli kémeket, és segített nekik, hogy másik úton meneküljenek el az üldözők elől. Ahogyan az ember teste halott a szellem nélkül, ugyanúgy a hit is halott, ha nem tesz semmit. De köszönöm, hogy nekem élő hitem van, és élő szellemem, és élő testem is föl fogok támadni. És már most bennem van a feltámadás ereje, és az örök életem van már most. És el fogunk változni a testünk is, dicsőséges testé. Köszönöm, Uram, hogy azt mondod, hogy ne akarjanak sokan tanítók lenni, hiszen tudjuk, hogy a tanítókat szigorú megítélése van a tanítóknak. Hiszen azt mondod, hogy mindannyian sokszor vétkezünk. Aki viszont a beszédében nem vétkezik, az már tökéletes. Hiszen ha a beszédén tud uralkodni, akkor az egész lényét és uralma alatt tartja. A lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek akaratunknak, és így a ló egész testét irányítani tudjuk. Vagy gondoljatok a hajókra. Lehetnek bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, az irányításukhoz elég egy kicsi kormány. Arra fordulnak, amerre a kormányos akarja. Ugyanígy van a nyelv is. Bár csak kis része a testnek, mégis azzal dicsekedhet, hogy igen nagy hatása van. Gondolunk arra, milyen nagy erdőt tűzbe borított egyetlen lángnyelvecske. Bizony a nyelv is veszélyes, mint a tűz. A gonoszság egész világa, testrészeink közül a nyelvünk az, amely az egész testünket meg tudja fertőzni. Tüzet gyújthatunk, amely elpusztíthat. Miért? Mert a nyelvtüzét a pokol lángjai felgyújthatják. Köszönöm, Uram, hogy te figyelmeztetsz, és ezért az én nyelvem az az igét vallja meg, az evangéliumot hirdeti, és a beszédem a Szent Szellem által van fölkenve, és nem a Gehennától, hanem a mennyországtól kap lángra, a menny tüzétől, a mennyei tűztől, és a mennyei kenet, és a mennyei Szent Szellem illatát árasztja ki, és élet van az én beszédemben, mert a te beszédedben élet van, és én ezt szólom, és élet van ebbe a beszédbe, feltámadás, erre a beszédre a démonok kimennek, a halottak feltámadnak, erre a beszédre kivirágzik a pusztaság, és a száraz csontok is újra élednek. És te azt mondod, Uram, hogy mindenféle vadállatot meg lehet szelidíteni, a madarakat, szárazföld és tengeri állatokat is, sőt, az emberek meg is szelidítették ezeket, de a nyelvet senki emberfia nem tudja megszelidíteni, mert az maga a nyughatatlan gonoszság és halálos méreggel van. És azt mondod, hogy a nyelvvel áldjuk, és dicsérjük Urunkat és Atyánkat, de ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket, vagy átkozzák az embereket, akiket Isten a saját képmására teremtett. Ugyanabból a szájból származik áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Láttatok már olyan forrást, amelyből hol jó ízű, hol meg keserű víz folyik? Felváltva, vagy gondoljátok meg, testvéreim, teremthet-e a fügefa olajbogyót?
vagy a szőlőfügét, ugyanígy édes víz sem eredhet sós forrásból. Köszönöm, Uram, hogy te adsz bölcsességet és értelmet, hogy megmutassam az egész életemmel és jó tettekkel, amelyeket szelíd bölcsességgel viszek végbe. És Uram, őrizd meg a keserű irigységtől és önzéstől, mert azt mondod, hogy akinek ez van a szívében, az ne dicsekedjen a bölcsességgel, az ilyen dicsekvés hazugság lenne, amely eltakarja az igazságot. Köszönöm, hogy az ilyen bölcsesség nem Istentől származik, illetve köszönöm, hogy nekem Istentől származó bölcsességem van, mert a földi, emberi romlottságból, sőt gonosz démonoktól származó bölcsesség, idézőjelben bölcsesség, az bolondság, mert ahol irigység, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar és mindenféle gonosz dolog is megtalálható. Köszönöm a kijelentéseket az igédből, Uram. Köszönöm, hogy a mennyből, vagyis az Istentől származó bölcsesség tiszta, ezután békeszerető, figyelmes, kíméletes, megértő és könnyűletes. Az ilyen bölcsesség sok jó gyümölcsöt terem, azon kívül igazságos, őszinte és nem részrehajló. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek el olyan magokat, amelyekből idővel az igazságosság gyümölcse terem. Azaz olyan dolgok, amelyek Isten számára kedvesek. Köszönöm, hogy én ilyen ember vagyok. Tehát megvallom, hogy békességet teremtek, és békességben vetek el olyan magokat, amelyekből idővel az igazságosság gyümölcse terem. Azaz olyan dolgok, amelyek Isten számára kedvesek. Te azt mondod, Uram, hogy ne harcoljunk, vitatkozzunk és veszekedjünk, mert folyton önző kívánságok dúlnak a szívben, és ezek hozzák ezt létre. Mert nagyon kívánnak megszerezni bizonyos dolgokat, de nem kapják meg. Ezért gyilkolnak, irigykednek, és mégsem tudják megszerezni, amit annyira akarnak. Veszekednek, harcolnak, mégsem kapják meg, mert nem kérik. Én köszönöm, hogy én kérem, és nem veszekedek és harcolok. Te azt mondod, hogy van, aki kéri, akkor sem kapja meg, mert nem a helyes indítékkal kéri, hiszen önző módon a saját kívánságait akarja kiszolgálni vele. Köszönöm, Uram, hogy én kérem, de helyes indítékkal kérem, és adja ez, Uram, kegyelmet és bölcsességet, mert nem a saját önző kívánságaimat akarom kiszolgálni vele. Te azt mondod, hogy vannak olyanok, Isten iránt, mint a férjhez hűtlen házasságtörő asszony. Te azt mondod, hogy a világot szeretni annyi, mint Isten gyűlölni. Ha valaki a világ barátja akar lenni, az Isten ellensége lesz. És van, aki azt gondolja, hogy az írás csak üres beszéd, amikor azt mondja, hogy a Szent Szellem, akit Isten adott, hogy bennünk lakozzon, féltékeny és szenvedély szeretettel kíván bennünket, hogy kizárólag ő hozzá tartozzunk. De köszönöm, hogy te egyre nagyobb kegyelmet adsz nekünk. Ezért mondja az írás. Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Köszönöm, Uram, hogy nem büszkévé tette a alázatossá. Ezért odaadom magamat Istennek, és engedelmeskedek neki. Ugyanakkor ellenállok a sátánnak, és ő elfut tőlem. Közeledem Istenhez, és ő is közeledik hozzám. Köszönöm, hogy kitakarítom bűnöket az életemből. Megtisztítom a szívemet, és nem próbálom többé Istent, meg a világot is követni, ahogyan Istenhez közeledek. Te azt mondod, Uram, hogy a bűnösök szomorkodjanak, bánják meg a bűneiket, sírjanak nevetésért, sírjanak örömhelyet, szomorkodjanak, alázzák meg magukat Isten előtt, és ő majd felemel mindenkit. Te azt mondod, hogy ne kritizáljuk egymást, mert aki testvérét vádolja vagy elítéli, az a törvényt kritizálja és ítéli el. Ha pedig a törvényt elítéli valaki, akkor már nem engedelmeskedik neki, és bíróvá teszi magát. Pedig csak egyetlen törvényhozó és bíró van, Isten. Ő az, aki meg tud menteni, vagy el tud pusztítani. De ki vagy te, hogy a másik ember felett bíráskodol? Vannak, akik ezt mondják. Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, ott maradunk egy évig, üzletelgetünk, sok pénzt keresünk. De azt mondod, hogy ti jól figyeljetek. Ti azt se tudjátok, mit hoz majd a holnap. Hiszen az életetek olyan, mint a pára, amely csak rövid ideig látszik, azután széjjel foszlik. Ehelyett azt kellene mondanatok. Ha az Úr akarja, és élünk, ezt meg ezt fogjuk tenni. Ti pedig magabiztosak és büszkék vagytok. Minden ilyen büszkeség gonosz dolog. Ha valaki tudja, hogy mi volna helyes, mégsem teszi meg, bűnt követ el. Én köszönöm, hogy tudom, mi a helyes, és meg is teszem. Te azt mondod, hogy gazdagok, figyeljetek. Már most kezdjetek sírni és jajgatni, mert nyomorúság következik rátok. Gazdagságotok elpusztul, pompás ruháitokat a moly megrágja,
aranyatok, ezüstötök, mind az enyészeté lesz. Éppen ez a bizonyíték ellenetek, sőt, ez a pusztulás emészti meg a testeteket, mint a tűz. Képesek voltatok még az utolsó napokban is vagyonokat gyűjteni. Figyeljetek ti gazdagok, földjeiteken dolgozó aratómunkások béréből csalással elloptatok, és amit tőlük elvettetek, az vádó benneteket Isten előtt. A seregek ura pedig meghallotta a becsapott aratómunkások panaszos kiáltását. Gazdagok, ti bőségben is pazarlóan éltetek, és amit csak megkívántatok magatoknak, megszereztétek. Meghizlaltátok magatokat, amint az állatokat szokták a levágás napjára. Elítéltétek és meggyilkoltátok az ártatlan embereket, akik nem álltak ellen nektek. Köszönöm, Uram, hogy te azt mondod, hogy vissza fog az Úr jönni, és addig türelmesen várok. Gondolok a földművesre, aki türelmesen várja, hogy szántóföldje gazdag termést hozzon. Várolja, amíg az őszi és a tavaszi eső megöntözi a földjét. Én is várok türelemmel, megerüstöm a szívemet, mert az Úr hamarosan visszajön. Többé nem panaszkodjunk egymásra, nehogy elítéljenek bennünket. Nézem, a bíró már az ajtó előtt áll, emlékezek a profétákra, akik az Úr nevében szóltak. Követem a példájukat. Sok gonosz dolgot szenvedtek el, mégis türelmesek maradtak. Arra gondolok, hogy áldottnak mondjuk azokat, akik szenvedésben kitartottak. Hallottam Jobbról, aki türelmesen viselte a szenvedést. Tudom, mennyire bőségesen megáldotta végül az Úr, így mutatta meg jóságát és irgalmat. Testvérem, a legfontosabb, hogy ezentúl ne esküdjetek égre, földre, se semmi másra, akkor megértek valamit. Amikor igent mondok, az valóban igen, ha pedig nemet, az valóban nem, hogy ítélet alá ne kerüljön senki. Ha bajban vagyok, imádkozom. Ha örülök, énekelek és dicsérem az Urat. Ha valaki beteg, hívja magához a gyülekezet vezetőit, azok pedig imádkoznak érte, és kenjék meg olajjal a beteget az Úr nevében. A hitből való imádság hatására a beteg meggyógyul, az Úr helyreállítja az egészségét. Ha pedig a beteg valami bűnt követett el, az Úr megbocsájt neki. Ezért is, ha valami bűnt követtem el, az Úr megbocsájt nekem, helyreállítja az egészségemet. És megvalljátok meg egymásnak a bűneiteket, és imádkozzunk egymásért, hogy meggyógyuljunk, mert az igazságos ember erőteljes imádsága hatalmas dolgokra képes. Tehát én igaz ember vagyok, nekem az imám erőteljes és hatalmas dolgokra képes. Megemlékezem, hogy Illés prófét is ugyanilyen ember volt, mint én, amikor teljes szívvel imádkozott, hogy ne legyen eső az országban, nem is esett 3,5 évig. Amikor pedig újra imádkozott, az ég ismét esőt adott, és a föld is termést hozott. Előfordult, hogy valaki letérezik az útról, ekkor segítünk neki, hogy visszataláljon Istenhez. Segítünk neki, és tudjuk, hogy haláltól mentjük meg annak a bűnösnek a lelkét, és sok bűnre bocsánatot kapott. Amen.